Csomád hegységnek a legmagasabb pontja az 1301 méter magas, ugye ez a nagy Csomád egész pontosan. Mi most felérkezünk a két krátert elválasztó nyeregre, azon fogunk előmenni egészen addig, amíg majd megállítanak. Most körülbelül 1150 méter magasra jöttünk fel, és itt lesz egy gyönyörű szép kilátó, egy 5 perc elejéig megállunk, mert gyönyörű fotókat lehet majd készíteni. Menjünk a tóhoz, és akkor egy óra múlva visszajövünk a Mohosba. Az eljárás a következő, tehát busszal le fogunk menni, és sajnos ugye triatlon versenyt sem tudják jobbkor megtartani, mint szombaton és pont ma. Ezért a buszról lesz fogunk szállni, és a busz visszajön ide föl, és majd utánunk fog jönni, majd én megegyezem, hogy mikor. Tehát le fogunk szállni, és elmegyünk a Szent Anna tóhoz. Szent Anna tavat láthatjuk, hogy egy krátertóról van szó, ugye körbe kereken fal vesz körül, ugye a hátunknál levő az nem látszik. Ugye, amit említettem, körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt a Csomád kitör, azelőtt sok-sok ezer évvel ugye kitört a párja, az Iker kráter, a Mohos, és a Mohos azért lett egy láp, azt majd fenn még egyszer elmondják, tehát azért alakult át láppá, mert hogy az innen felszabaduló hulkáni hamu, réteg megtelepedett a másik tónak a vízén, és arra a tőzeg rátelepedik. És gyakorlatilag most az van, hogy a tón járni fogunk. Ugye? Mint a Bibliában. Jó. Na de azt majd ne térjünk arra, már azt fent úgyis elmondják. A Szent Anna tó az körülbelül, tehát ez a legfiatalabb vulkáni képződmény egész Romániában, egész Erdélyben, mint említettem, 30 ezer évvel ezelőtt tört ki. Ez földtörténeti szempontból ennyi. Egy pillanat, semmi egyéb, tehát nagyon rövid időszak valójában, nekünk nagyon soknak tűnik. Jó, a tótba hogy lesz víz? Nyilván kitör a vulkán, ugye, és hát akkor nincs más, mint a vulkáni kitörés után azonnal ugye jön a jégkorszak, majd jön az olvadás. És az olvadásból marad vissza a víz a Szent Anna tónak a kráterében. Amúgy a tónak a területe nem nagy, 19,3 hektár, a Mohos az négyszer nagyobb, tehát azt majd fogjuk látni, hogy a kráterfalak is jóval távolabb vannak. A tónak szinte körformája van, és hogyha bemegyünk és haladunk benne, úgy mélyül, tehát tölcsér alakja van. Nagyon sokan már azt is mondták, hogy örvény van a tónak a közepén, ez nem igaz. Igaz, hogy van olyan, aki már a Loch Ness-i szörnyet is látta itt, az sem igaz, pálinkázott lehetőleg az előtt. Tehát nem, tehát ilyenekről szó sincs. Jó, hát egy zárt katlanban vagyunk, tehát most fújdogál a szél, azt ugye érezzük, de ennél jobban, tehát ennél erősebb szél sosincs, tehát nem tud lenni valójában. Úgyhogy cunamiról sincsen példa, ugye, tehát abból sem tud. A körülbelül a tónak a tófelszínének 40-50 cm-ét tudja csak megmozdítani a legnagyobb szél is. A tónak a legnagyobb mélységét, hát azt mérte Orbán Balázs is annak idején az 1800-as évek második felében, ő akkor 12,6 métert, tehát majdnem 13 méter mélyt mért, viszont a mostani legutolsó mérések szerint, ami 2000-es években volt, 6,5-7 méter a legnagyobb mélysége, tehát nincs olyan nagy, nem olyan mély mondjuk, mint ugye a Gyilkos-tó. A tónak a vize tisztább, mint a desztillált víz. Tehát nagyon-nagyon tiszta vize van, viszont nagyon savas. Tehát nagyon tehát alacsony a pH-ja, körülbelül 3,1. A Mohosnak is, tehát mind a kettőnek egyforma a vize amúgy. Tehát ivásra egyáltalán nem alkalmas, sőt, semmilyen élőlény nem él benne. Kutatások itt kint a Szent Anna tónál. Hát most nem a Szent Anna tóna, most fontosan a Mohosba kutatnak, és német kutatócsoport van itt magyarországiakkal közösen. És arra a következtetésre jutottak, hogy ugye a Mohos-tó, vagyis a valamikori Mohos-tó, ma már Mohos-tőzegláp, valamikor 60 méter mély is volt, és még alatta van jelenleg körülbelül 70 méter üledék, tehát nagyon-nagyon mély lehetett. Ma már alig éri el a 20 métert, hát 21 néhány méter mélységű, hát ezt is ott majd el fogják mondani. Sok
jégkorszaki maradványnövényről fogunk hallani, egy részüket fogjuk is látni. És azt szoktuk mondani, hogy ha valaki járt Oroszországba, akkor tudja, hogy milyen a tundra. Azt szoktuk mondani, hogy a tundrának a legdélebbi előfordulási helye a mohos tőzegláp. Tehát pontosan olyan tájat fogunk látni, mintha Oroszországba járnánk. Igaz, hogy kint a főútról semmi sem látszik ebből, egy néhány magas fenyő alatt át fogunk menni, és teljesen meg fog változni a világ. Eljutunk azon állathoz, amely elmondható, hogy mindenki szeretné látni, kivéve engem, az idegenvezetőt. 19 darab él összesen a rezervátum területén, azon a rezervátum területén, amely gyakorlatilag 2-t, maximum 3-at bírna meg, úgymond. Egy medvének 75 hektár területre lenne szüksége egy normális habitushoz. Természetesen nem csodálkozhatunk akkor, hogy egy ilyen szám mellett meglátogatnak éjszaka, kukákat borogatnak, és mondhatni, hogy nagy zajt tudnak csapni ők el még éjszakánként. De hát mondhatni, nem zavar, egy idő után meg lehet szokni, mint a mámorka fogyasztása után következő második hatás, amely itt nálam ugye gyakorlatilag mámorka fogyasztása nélkül is konstans hatás, tehát hogy nem tudom, hogy mi történt velem, amióta feljöttem. Igen, tehát ez egy ilyen bónusz információ volt, ami nem tartozik ide, de hogy elmondanám azt, ami ide tartozik. Tehát ha most minket visszaúton megtámadna egy medve, egyetlen úgymond törvényszerűség válna követhetővé, és kellene követhetővé váljon, tehát mindenki óvja, mindenki védi az idegenvezetőt. Rengeteg turista, de helyi idegenvezető viszont csak én vagyok egyedül. Köszönöm szépen az önök figyelmét, és óvatosan visszafele indulva látom, hogy most már azért az eső is kezdett, mintha elállni, csendesedni. Visszaindulva a fák között megállhatunk a második tószemnél, amely a legmélyebb az összes közül, 22 méter mély, és a legnagyobb felületű. Rendben. Vándor legény, vándor bottyát, vándor széker reménységét, Jézus áld meg Erdély földjét.